zöld felületfejlesztés Nyíregyházán több mint 1 milliárd forintos projekt keretében újult meg a Bencz úr és a Bessenyei tér. Ünnepi megemlékezés, a szabadság pótolhatatlan érték, ezt Áder János államfő hangsúlyozta Kemecsén. Sok a kihívás. Az iskolákban nem csak a jövőre való felkészítés jelent nagy kihívást a pedagógusoknak, hanem az egyre nagyobb számban jelentkező szociális problémák is. Közel 1,5 milliárd forintból újulnak meg zöld felületek Nyíregyházán. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Zöldváros kialakítása Nyíregyháza területén című projekt idén júniusban indult el, és jövő év decemberében várhatóan be is fejeződik. A fejlesztés során olyan módszereket alkalmaznak, amelyek környezetvédő módon biztosítják az infrastruktúra működését. A teljes projekt részeként elsőként a Bencz úr és a Bessenyei tér újult meg. A gyerekek boldogan vették használatba az új játszóteret a belvárosban. A Bencz úr és a Bessenyei tér is teljesen megújult, a több mint 1 milliárd forintos toppos forrásnak köszönhetően a Zöldváros kialakítása Nyíregyháza területén című projekt keretein belül. A Vénusz születése nevet viselő szökőkút újra működik, és különleges szökőkutat kapott a színház előtti tér is. Két okospadot építettünk, ami napelemmel működik, nem csak a fiatalokat, mindenkit vár, szabad wifivel, feltöltési telefon, egyéb elektronikus eszköz feltöltési lehetőséggel. Úgy készült ez a felújítás, hogy láthatóan a régi értékei megmaradtak, nagyon vigyáztunk erre a parknak, de olyan új elemekkel egészült ki, amik mégis egy új szint hoznak. Futópálya készült, ugye ez a sportoláshoz, a diákoknak, illetve a belvárosi sportolni vágyóknak. Olyan ülőalkalmasságok, ülőkavicsok, design elemek vannak, amik korábban nem voltak. A két téren lévő elöregedett fákat kiszedték, és helyükre 55 darab túlkoros fa került, hogy a park közképe minél hamarabb elérje a végleges formáját. A projekt további elemeként megtörténik a Bújtosi Városliget rehabilitációja, az Arany János utca átfogó növényállomány fejlesztése és a Pazonyi tér park rekonstrukciója is. Ezek a fejlesztések jövőre folytatódnak. Egyrészt az úthálózat, a két park körül a járdák megújulnak. Fontosnak tartom, hogy a Bencz-téri óvoda is egy teljes energetikai korszerűsítésen esik át, valamint remélem, hogy nem csak elkezdjük, be is tudjuk jövő végéig fejezni a színház mellette azt a három ingatlan együttest, aminek a tulajdonjogát a város, az önkormányzat remélem heteken belül teljes körűen megszerzi. Azaz a Kállai kúriának van még egy második üteme, hozzá tudom kezdeni a régi Hemó Tisztiklub teljes átépítéshez, és a toborzó iroda az a harmadik ingatlan, tehát ezt három ingatlant együttesen tudjuk fejleszteni. A tervek szerint ez egy közösségi tér lesz kávézóval, étteremmel és terasszal, ahol egy színházi darab után megpihenhetnek a kultúra kedvelői. Mindezt olyan kialakítással, hogy a nyíregyházi képzőművészek előadásokat, kiállításokat tudjanak itt tartani. A magyarok 1848-49-es szabadságvágya olyan erős alapra épült, amelyet egyetlen kor sem tudott lerombolni, később sem, emelte ki ünnepi beszédében Áder János köztársasági elnök. Az államfő az aradi vértanúk mártír halálának évfordulója alkalmából Kemecsén Répási Mihály honvéd tábornok sírjánál emlékezett a 13 hősre és minden hazafira, akik életüket adták Magyarországért a szabadságharc leverése után. Hazám iránti hű szeretetemet és buzgalmamat soha semmi meg nem tántoríthatja. Ezeket a szavakat Répási Mihály honvédtábornoktól idézte Áder János ünnepi beszédében Kemecsén. Az 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban Répási kitűnt bátorságával és páratlan képességeivel. 1849-ben azonban őt is elérte a kolera járvány, és július 30-án Szegeden elhunyt. A tábornok szülőhelyén, Kemecsén róla is megemlékezett az államfő az aradi vértanúk mártír halálának évfordulóján. Akkor még senki sem tudhatta, hogy pár napon belül Dembinszky harc nélkül feladja Szegedet, és Szőregnél vereséget szenved Hajnautól. Senki sem tudta, hogy Görgei alig két hét múlva világos mellett a szőlősi síkon
az egyetlen lehetséges, józan döntést meghozva leteszi a fegyvert a hatalmassá duzzadt túlerővel szemben. Azt pedig még kevésbé gondolhatta bárki a szegedi temetőkertben, hogy néma siratók el nem mondott gyászbeszédek napjai közelegnek. Hogy Aradon a magyar honvédsereg tisztjeit és szerte az országban honvédek és civilek százait küldik kivégző osztag elé, vagy bitófára a megtorló hatalom. Szegeden még nem a magyar szabadságot temették, csak annak hű fiát, Répási Mihályt. A szabadságharc leverése után 12 magyar tábornok és egy ezredes mártír halált halt Aradon. A vértanúk kultusza már a kivégzés napján elkezdődött. Már egy-két órával a kivégzéseket követően tömegekben zarándokoltak annak helyére a gyászolók. Magyarországon mindenütt, minden március 15-én és minden október 6-án ki kell mondani. Az aradi 13, Batthyány Lajos, Répási Mihály és még nagyon sokak áldozata nem volt hiába való. Későbbi nemzedékek magyarjaiban az ő példájuk, hűségük erősítette az elszánást és a hitet, hogy a szabadság pótolhatatlan érték. Ragaszkodnunk kell hozzá, mert a haza minden előtt. A magyarok 1848-1849-es szabadságvágya olyan erős alapra épült, amelyet egyetlen kor sem tudott lerombolni később sem, emelte ki ünnepi beszédében Áder János köztársasági elnök. A pedagógusok szakmai szabadsága nagyban segítheti a diákok mindennapi életre való felkészítését és a hasznos tudás átadását, fogalmazott híradónknak a pedagógusok szakszervezetének elnöke. Szabó Zsuzsa kiemelte, az iskolákban nem csak a jövőre való felkészítés jelent nagy kihívást a pedagógusoknak, hanem az egyre nagyobb számban jelentkező szociális problémák is, melyeket az oktatást segítő szakemberek hatékonyabb bevonásával és egy átgondolt, közös munkával lehetne megoldani. Becslések szerint a mai kisiskolások kétharmadának olyan munkája lesz, amely ma még egyáltalán nem létezik. Ilyenek lehetnek bizonyos szociális, képzési, művészeti területen megjelenő munkák, amelyek speciálisan emberi képességeket igényelnek. Ma az iskolák feladata lenne az erre felkészítő, alkalmazható, gyakorlatias tudás átadása. Ebben pedig jelentős szerepet játszik a pedagógusok szabadságának a kérdése. Az mindig egy nagyon különleges dolog, mert a pedagógus a szabadon dönthet tartalmak tekintetében és a módszerek eszközök vonatkozásában, az mindig együtt jár egy óriási felelősséggel is. Lássuk be, ezt nem mindenki szereti. Lehet egyszerűbb úgy dolgozni, megmondják, hogy mi a mai tananyag, mit ír elő a tanmenet, és akkor haladok a magam tempójában. Én arra biztatom a pedagógusokat, hogy merjenek szabadon átadni információkat, ismereteket, és a gyerekeknek ne csak a napi mantrát mondják el, hanem tanítsák meg őket gondolkodni, egy kicsit tovább látni az orruknál. Ez szerintem a túléléshez nélkülözhetetlen. Szabó Zsuzsa azt is kiemelte, az iskolákban egyre nagyobb kihívást jelent a szociális problémák megoldása. Mint mondta, ezek kezelése nem a pedagógusok feladata kellene, hogy legyen. Nagyon-nagyon szükség lenne az oktatás segítő kollégák munkájára, asszisztenseknek a bevonására, szükség lenne iskolapszichológusokra. Én nem sorolom tovább, de az az igazság, hogy a magyar társadalomban a szociális leszakadás, illetve a hátrányos helyzetű gyerekeknek kvázi egy-egy intézményben nagy létszámban való megjelenése nagyon speciális probléma. Nekünk erre kellene közösen kidolgozni olyan megoldási utakat és olyan járható utakat, ahol ez a fajta leszakadás felszámolható. Szabó Zsuzsa úgy látja, ennek megoldása csak is egy pontos helyzetkép meghatározásával és a jogalkotókkal, fenntartókkal, illetve szakmai szervezetekkel való hosszú távú, átgondolt, közös munkával lehetséges.
Fülöp Erik közösségi oldalán jelentette be, hogy 9 küzdelmes évet követően megszüntette tagságát a Jobbikban. Fülöp Erik a párt szimbolikus arca volt, hiszen a Jobbik parlamentbe jutását követően jelentős áttörésként egy nagyobb település tiszavasvári polgármesterének választották. A politikus a városvezetői tisztségét 8 évig, 2018 áprilisáig töltötte be, amikor is a Jobbik országos listájáról parlamenti mandátumot szerzett. Fülöp Erik döntésének legfőbb indokaként azt hozta fel, hogy a Jobbik vezetésének az utóbbi időben történt számos politikai, személyzeti döntésével nem értett egyet. A lakhatássegítő program kidolgozását sürgeti az MSZP. Csabai Lászlóné, a párt megyei alelnöke, nyíregyházi sajtótájékoztatóján kiemelte, lakbértámogatásra, önkormányzati lakásokra, valamint az idős otthonok férőhelyeinek bővítésére lenne szükség. Mint mondta, a közeljövőben mintegy 100 családot lakoltathatnak ki a megyében, miközben több ezren várakoznak önkormányzati lakásokra. Ma a Nyíregyházi önkormányzatnál 2200 család van, akik bérlakást szeretnének. Ezt ha felszorozzuk a család létszámával, akkor ez 6-7-8 ezer ember. Nyíregyháza lakosságának 8%-a. Ez borzasztó sok. És gyakorlatilag az elmúlt években semmi nem történt ezen a területen. Tehát lakbértámogatás, bérlakásépítés, bérlakásfelújítás, ezek nagyon-nagyon fontos önkormányzati feladatok, amit meg kellene oldani. Ötven versenyző részvételével szerveztek országos C-kategóriás kettes fogathajtó bajnoki döntőt szombaton Szakolyban. Ennek a sportágnak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van a legnagyobb hagyománya. Az ország fogathajtó társadalmának körülbelül egyharmada ebből a megyéből kerül ki. A versenyen kétfordulós akadályhajtáson mérték össze tudásukat a lovasok. Ezen a szakolyi versenypályán először rendezhettek országos döntőt. A pálya fekvésének és ápoltságának köszönhetően tökéletes helyszínt biztosított a C-kategóriás kettes fogathajtó bajnoki döntőnek. A pályán 20 akadályt helyeztek el, a számok sorrendjében a bújákon kellett áthajtani a versenyzőknek, a vonalvezetést azonban pár kombináció is megnehezítette. A szabályhoz tartozik még, hogy egy segédhajtó jelenléte kötelező volt a versenyző mellett. Ebben a megyében a fogathajtó sportnak talán az országban legnagyobb hagyományai vannak. Régi híres lautenyésztő vidék volt ez, és ennek a hagyományait még sok versenyző, sok lautartó mai napig is igyekszik megőrizni. Nagyon jó fiatal versenyzők vannak, akik nagy ambícióval és jó szándékkal állnak ehhez a sporthoz, részt vesznek szinte minden rendezvényen, nem kevés fáradtságot, sőt anyagiakat is áldozva, hogy ez sikerüljön, hiszen azt mindenki gondolhatja, hogy azért a lovasport nem tartozik a legolcsóbb keptelések közé. Az ország fogadhajtó társadalmának körülbelül egyharmada Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből kerül ki. Ennek is köszönhető, hogy az országos döntőt épp Szakolyban rendezték. A versenyen kétfordulós akadályhajtáson mérték össze tudásukat a lovasok. Akik dobogóra léphettek szombaton, ők országos bajnokok lettek. Az elért eredmények alapján majd az országos szövetség az, amelyik, hogy úgy mondjam, összeszedi azokat a versenyzőket, akikből úgy gondolja, hogy tovább tudnak majd lépni. A szombati megmérettetésen 50 versenyző mérte össze lovassport tudását Szakolyban. Továbbra is 100%-os hazai pályán a kisvárdai női kézilabda csapat. Vlatko Gyonovics együttese az NB1 ötödik fordulójában a Dunaújváros fogadta, és a vendégek 30-23-as vereséggel távoztak a várdai sportcsarnokból. A tabella negyedik helyén álló kisvárda szerdán Vácon lép pályára. A mérkőzés elején felváltva estek a gólok, 6-6-ig rendre érkezett válasz a kisvárdai találatokra. A félidő derekán aztán összeállt a hazai védekezés, a támadásokat pedig rendre eredményesen fejezték be a várdaiak, így a 18. percben 10-6, a 23. percben pedig 13-6 állt az eredményjelzőn. A félidőre 6 gólos kisvárdai vezetésnél vonultak le a csapatok. A második játékrész kiegyenlítettebb volt,
A vendégek 4 gólra is felzárkóztak. Igaz, volt 8 gól is a két csapat közötti különbség. A hazaiak győzelmét egy percig sem fenyegette veszély. Végül Vlatko Gyönövics együttese megőrizte hibátlan hazai mérlegét. Today I think Kisarda made great victory. Ma egy nagy és fontos győzelmet arattunk. A Dunaui város nagyon jó csapat. Évek óta együtt játszanak. Az első félidő közepén feljavult a védekezésünk, és ezzel együtt a támadójátékunk is hatékonnyá vált. Több kézilabda kultúrából érkeztek a játékosaink, de egyre inkább kezdünk összeérni. Ma mindenki hozzátette a magáit a sikerhez. A vendégek edzője is elismerte a Kisvárda győzelmének jogosságát. A mérkőzést az első félidő veszítettük el, mégpedig ott 6-6 után ott a támadójátékunk, illetve a védekezésünk is szétesett. A 15 percben nem találtuk a támadásunkat, védekezésünket, kapusteljesítményünk se volt. Ugyan kidolgoztunk helyzeteket, zicsereket szélről, betörésből, de azokat nem tudtuk értékesíteni. A második félidő, azt mondom, hogy az pozitív részünkről kiegyenlített volt a játék, de ez a realitás most jelen pillanatban, azt gondolom, a két csapat között. Ennyivel jobb a Kisvárda, és gratulálok a győzelemhez, mindenféleképpen jól játszott a kisvárdai csapat. Az 5 gólig jutó Orbán Adrián szerint is fontos sikert arattak 3. hazai meccsükön. Nagyon értékes győzelmet könyvelhetünk el. Nagyon sokat dolgoztunk a héten is, hogy meglegyen ez a győzelem. 6-6 után kezdtünk el a kezünkbe tartani ezt a meccset. Nagyon feljavult a védekezésünk, és támadásban is nagyszerű helyzeteket alakítottunk ki. A második fél időben volt egy hullámvölgyünk, de megtartottuk az előnyünket, és egy fontos 2 pontot szereztünk, egy nagyon jó csapat ellen. Az NBA tabellájának élén a 12 pontos Ferencváros áll, megelőzve a szintén 12 pontos Győrt. Az egy meccsel kevesebbet játszó 8 pontos Kisvárda a 4. helyen várja szerdai Váci vendégjátékát. 5 korosztályban több mint 100 fiatal kosárlabdázik Nyíregyházán az NKK ötvös színeiben. A klub november első hétvégén rendezi meg a hagyományos ötvös kupát, amelyen 8, köztük 3 külföldi U16-os csapat lép majd pályára a Bánki torna csarnokában. Az utánpótlás neveléssel foglalkozó NKK ötvös célja az, hogy megszeretesse a kosárlabdát a fiatalokkal, és megtanítsa a gyerekeket a sportág alapjaira. 12 éves kortól a minőségi képzésre helyezik a hangsúlyt, és valamennyi csapat indul az országos bajnokságban. A serdülő együttes a legutóbbi szezonban Ferenci Tamás irányításával megnyerte a regionális bajnokok tornáját. Mint Makrai László klub elnöke elmondta, az elmúlt hónapokban tovább tudták szélesíteni bázisukat. 104 igazolt versenyzőnk van. A korosztályok, a kosárpalánta korosztály a legkisebbeknek, ezek első, második, harmadik osztályos gyerekek az ötvös gyakorlóban és a Szent Imre Katolikus Gimnáziumban. Itt 3 csapat dolgozik, az ötvös gyakorlóban Nagy József és Dunár Ágnes testnevelők vezetésével, Szent Imre Gimnáziumban pedig Pejvás Lajos edző kollégánk vezetésével. Ezután következik az U11-es korosztály. Itt Füzes Tamás edzünk, aki a csapatot edzi és vezeti, utána az U12-es korosztály és az U14-es, tehát a gyermek és a serdülő, ezeket a csapatokat Szavics Brán edzi, és a legtetején a piramisnak az U16-os korosztály Ferenci Tamás vezetőedző gardírozásával. A klub november első hétvégén ismét megrendezi az ötvös kupát, ezúttal az U16-os korosztály számára. Az ötvös kupát alapvetően 8. éve rendezzük meg, de most a 3. olyan ötvös kupa lesz, amelyik nemzetközi mezőnnyel rajtol. November 2-3, így az őszi szünetben hagyományosan Nyíregyházán. Az egyik helyszín változik, mert nem az ötvös gyakorló az, aki terem már túl kicsi. Az U16-os korosztálynak, akinek most megrendezzük, hiszen, ahogy mondtam, ez a csapatunk leginkább esélyes arra, hogy országos szinten értékelhető eredményt érjen el, hanem a Bánki Donát Ipari Szakképzőiskola tornaterme és a Vescsik Vilmosban lesz megrendezve 8 csapattal. Jelenállás szerint 3 külföldivel, egy szlovén, egy szlovák és egy román, tehát Nagyvárad Igló most, és Szlovéniából Maribor fog részt venni a tornán. Hagyományosan azok a csapatok, akik akadémiai csapatok, erre nagyon büszkék vagyunk, hogy a Budapesti Honvéd Kosárlabda Akadémia, a Szolnoki Sportcentrum Kosárlabda Akadémia, a Debreceni Kosárlabda Akadémia és a Nyíregyházi Kosárlabda Akadémia vesz részt rajtunk kívül ezen a tornán.
Makrai László még elmondta, hogy a közeljövőben együttműködési megállapodást írnak alá a Nyíregyházi Sportcentrummal és a Nyíregyházi Élsport Kft-vel. Így a játékosok 16 éves koruk után a Kosárlabda Akadémián majd a Kékcápák felnőtt csapatában folytathatják pályafutásukat. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. A Benc úr és a Besenyei tér felújításával kezdődött az a másfél éves, közel másfél milliárd forintos projekt, amely a nyíregyházi zöld felületek fejlesztését célozta meg. Ennek keretében környezetvédő módszereket alkalmaznak, amelyek biztosítják az infrastruktúra működését és elősegítik a fenntartható fejlődést. Okos padokat, különleges kialakítású ülőkéket telepítettek, és a szabadtéri színpad melletti játszótér is megújult. Áder János köztársasági elnök az aradi vértanúk mártír halálának évfordulója alkalmából Kemecsén Répási Mihály honvéd tábornok sírjánál emlékezett a 13 hősre és minden hazafira, akik életüket adták Magyarországért a szabadságharc leverése után. A magyarok 1848-as 49-es szabadságvágya olyan erős alapra épült, amelyet egyetlen kor sem tudott lerombolni később sem, emelte ki ünnepi beszédében az államfő. A pedagógusok szakmai szabadsága nagyban segítheti a diákok mindennapi életre való felkészítését és a hasznos tudás átadását, fogalmazott híradónknak a pedagógusok szakszervezetének elnöke. Szabó Zsuzsa kiemelte, az iskolákban nem csak a jövőre való felkészítés jelent nagy kihívást a pedagógusoknak, hanem az egyre nagyobb számban jelentkező szociális problémák is, melyeket az oktatás segítő szakemberek hatékonyabb bevonásával és egy átgondolt, közös munkával lehetne megoldani. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták október 8-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap napos, enyhe időre számíthatunk. Észak felől szárazabb levegő áramlik be a Kárpát-medencébe, anticiklon alakítja a következő egy hétben hazánk időjárását. Az előttünk álló éjszaka kevés lesz a felhő, párássá válik a levegő, köd is képződhet. Csapadék nem lesz, többnyire mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. Reggelre általában 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben kevés gomoly felhő, sok napsütés várható. Csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 22 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A hét további részében derült, napos, csapadékmentes időre, hamisítatlan vénasszonyok nyarára számíthatunk. A hőmérséklet csúcsértéke jóformán az egész országban 20 fok felett várható, az éjszakák fagymentesek lesznek.